Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, itt vagyok Szabolcs Bálka külterületén, a frissen, vagy legalábbis nekem friss, még a kb. Két éve adták át az új 750 kV-os trafóállomást. Egyébként az a vezeték a 750 kV-os, ami Ukrajnából jön, és most már mióta ezt átadták, ezt a állomást, csak eddig, hát Albert is a fele már ugye a régi nyomvonalon már 400 kV-on megy. És még ezek is 400 kV-os póznák. De ezeket még azért közelebbről megnézem, ha már itt vannak. De nyilván az alállomást is majd még közelebbről meg fogom nézni. De amúgy hallatszik, hogy pattog is rendesen, tehát azért van rajta terhelés. Na ez például nem tudom micsoda a függőszigetelőn. Ami látszik. Ott jön be a 750 kV. Na, látjátok, munkásról is jön be, mert már 400 kV-os vezeték. Így néz ki egy rácsos villanypózna. A másik 400 kV meg Sajószeged felől jön. Ezek lógnak a póznán a függőszigetelő. Semmi. Innen jobban látszik oldalt ez a... attól a fóvel, vagy nem tudom, mi akarna ez lenni. És arrafele meg már a letonszóformát 400 kV-os vezetékek mennek. Hát nem semmi egy építmény, az már biztos. Ez a legnagyobb trafó. Bárki tudja, mint a három, bár három, hát így látszólag egyforma van. Hát egy fázisonként egy. Nem semmi minden, nem semmi egy építmény. Na most. Ott van a három trafó. Akkor így kerítésen keresztül szét tudunk nézni. Nem tudom a kamerán mennyire fog átjönni, de azért hallatszik a búgás, meg a sercegés. Semmi. Aztán. És ott van az a nagy trafó. Ganzgyártmány. Nem tudom mennyire látszik, de ez egy ganz trafó. Hát azért ezeket a hatalmas dögöket ide szállítani se lehetett semmi. És ugye ez csak közúton jöhetett ide, mert ugye vasút nincs a közelbe. Hát ugye Kisvárda van a legközelebb, de hát az nem építettek ki ide iparvágányt. Szerintetek azokat a színes szigetelőket. 750 kV-os póznak közelről. Hely, szépen zúgnak az amperek. És ott vannak a trafók. Kávé nappal szemben van, de majd megpróbálom ott jobban is megnézni. Ez viszont egy nagyobb trafó. Ahogy is körbe lehet járni az egészet. Azt a mindenit. Azok a bumcsodák. Itt ér véget a 750 kV, talán befut ide, és valahogy eljut addig a trafókig, és 400 kV lesz belőle. Albert Tirsa fele az egykor 750 kV-os vezeték, de immár 400 kV-on. Ugye hát, hogyha 750 kV-ot bírta a szigetelés, bírja a 400-at is.
Hallatszik az amperek hangja. Na, nem is semmi. És ott a régi nyomvonal. Bár itt volt némi kollekció vezetékben, azt a látszik a Google-nak az utcaképén, hogy 2 évvel ezelőtt még egy teljesen más nyomvonalon ment, amikor megépült itt ez az állomás, akkor módosítottak rajta minimálisan. Na, azok meg ott antennák. Na, hát akkor ez ennyi lett volna. Ez a kis rögtönzött vlog a szabolcsbálkai alállomásról. De ez a legújabb az országban. És per pillanat az egyetlen 750 kV-os. Ugye az Albert Irsai az már vissza lett minősítve 400-asra. Úgyhogy akkor ennyi. Akkor most már irány vissza van alacsra. És akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!